Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ezért szeret téged. És miért? Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Itt látható, hogy te nagyon szorgalmas vagy. Vannak jó ötleteid, amit megvalósítasz. Itt látható egy kreatív tevékenység. Ezt szereti nálad. Amit ez a kép még mutat, itt az arany érmék, az utal az anyagiakra, vagy a munkára, de a belső értékekre is. Te értékes vagy számára. Azon kívül látja ő azt, hogy szorgalmas vagy, tehetséges vagy. Itt ezen a képen látható a levendula, az természetesen utalhat erre a jó illatra is, de amit ez a virág, illetve ez a kártya még jelent, hogy te szorgalmas vagy, és óvod a környezetedet, azt is jelenti, hogy ő jól érzi magát a te környezetedben, mert minden olyan tiszta, ápolt és rendezett. Ez a kép azt jelenti, ha kihívások vannak, akkor nem rohansz el a kihívások elől, hanem véded magadat, kimutatod a bátorságodat. Itt látható, hogy ez a hölgy a kezében tartja ezt a pokált, ami utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát megvan köztetek ez az érzelmi kapcsolat, a szeretet. Amit még ez a kép jelent, a te intuíciód, vagy egy spirituális terület, kreatív tevékenység, mindez tetszik neki. Itt látható vagy, mint egy királynő, és elfoglalod a helyedet. Az azt jelenti, hogy nálad vannak célok, és te szeretnéd ezeket a célokat elérni. Itt ennél a képnél szintén a víz eleméről van szó. Ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, és az utal az érzelmekre kettőtök között. Mint ez a fiatal nő itt díszíti az otthonát, ő is úgy látja, hogy megvan nálad ez a szépség, vagy szépíted az otthonodat, egy kreatív tevékenység, vagy egy szép hobbi, az is lehet, hogy ez a hivatásod. A háttérben itt látható ez a madár, ami utal a könnyűségre, a levegő elemére, és az jelenti a kommunikációt is. Tehát ő szívesen beszél veled, vagy hallgat rád. Itt megjelensz, mint egy királynő, egy királynő a tűz eleme felett, és az utal a testi kapcsolatra. Ez is tetszik neki. Ő bízik a sorsban, hiszen ez a kerék nem más, mint a sors kereke, és az mindig olyan irányba fordul, ahova ti tekintetek. Itt ez a kék színű angyal segít ebben, de itt van ez a piros színű ördög is, ami szimbolizálja a félelmeket, a bizonytalanságokat. Ha így van, akkor nem mozog a sors kereke, tehát át kell tenni magatokat a félelmeken, hogy előre menjenek a dolgok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!